A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok, én Tamás Anita vagyok, innen a Kanári-szigetekről. Aki nézte az előző részt, az talán emlékszik arra, hogy nemrég még Görögországban jártam, és onnan utaztam vissza Tenerifére, hogy itt folytathassam tovább a mediterrán építészettel kapcsolatos nyomozásomat. A görögországi kiruccanásom alatt a stáb itt maradt Tenerifén, és hát most vagy forgatott, vagy pedig pihent, de minden esetre most a találkozót azt itt a Loro Parkban beszéltük meg, úgyhogy nagyon remélem, hogy megtalálom őket a tömegben. Egyébként is szerettem volna eljönni ide a Loro Parkba, hiszen ez Tenerife egyik legnagyobb látványossága, na meg szerettem volna látni, hogy a táj építészeti stílus vajon hogyan alkalmazkodik, illetve illeszkedik bele a mediterrán környezetbe. A Loro Park 1972-ben nyitotta meg kapuit. Stílusa teljesen meglepő volt a számomra, ugyanis a táj tematikára épült. Először bizarnak találtam a táj és a mediterrán stílus keveredését, de aztán láttam, hogy a kettő együtt tökéletesen kiegészíti egymást. Kicsit tömeg van. Az egész park területét lenyűgöző növényzet borítja. A fákat, bokrokat és virágokat a világ számos tájáról szerezték be. A park egyik legnagyobb látványossága a közel 19 méteres cápa alagút. A park rendelkezik a világ legnagyobb pingvináriumával is, több mint 250 pingvinnel. De talán a legnagyobb látványosság a kartszárnyú delfinsó. Hát nagyon remélem, hogy a víz az nem fog idáig elcsapni. Nem hittem volna, de olyan hatással volt rám, hogy életem egyik legszebb élménye lett. Parkban található a világ legnagyobb papagáj gyűjteménye, amely több mint 3500 különböző fajból áll. Közülük 300 faj már csak a Loro Parkban él. Ezek a madarak a szivárvány minden színében pompáznak, és vannak olyanok, amelyek az ember feje felett repkednek. Számos labor található itt a parkban, mint például amilyen ez is. Itt gyógyítják az állatokat, valamint például a párnapos madarakat, madárfiókákat is, hát itt gondozzák, megfelelő hőmérsékletet biztosítanak nekik. Ez a park azért is fantasztikus, mert az ember úgy érezheti magát, mintha a természetben sétálna. Na meg megtapasztalhatja, hogy a tájépítészet miként illeszkedik bele a mediterrán környezetbe. Legközelebb egy igazi, hangulatos kis óvárosba fogok ellátogatni, de csak a következő részben. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. A műsorunk főpartnere a Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.